És következik a tavasz 2019 adása. Boldizsár Kata kolléganőm és tábja a Velencei Tavi Hal, Vad, Bor és Pálinka Fesztiválon járt. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban én elbúcsúzom önöktől. Délben érkezik a folytatása, Radnai Csaba kollégám, tartsanak majd vele a ma délutánban. Én mára minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap reggel ismét én várom majd önöket 6 óra előtt 5 perccel a képernyők elé. Addig is legyen szép a mai napjuk, nézzék az M1-et, viszontlátásra! Aki járt már ebben a városban, ahol éppen most a tavasz 2019 forgat, és a háttérben meglátja a szarvast, akkor egészen biztos, hogy tudni fogja, hogy helyileg hol vagyunk. Hát Agárdon vagyunk, és hogyha már vízpart környékén vagyunk, akkor valahogy úgy teljesen normálisan adja magát, hogy Agárd egy halas fesztivált csináljon, immár 12 éve, de a hal mellé azért elég sok minden került. Igen, hát szoktak minket becízni azzal, hogy nekünk van a leghosszabb nevű fesztiválunk, hiszen a fesztivál teljes neve az a Velencei Tavi Hal, Vad, Bor és Pálinka Fesztivál. Azért ilyen sok minden, mert 12 évvel ezelőtt, amikor a városvezetése elhatározta, hogy most már legyen Agárdnak is egy reprezentatív, szép fesztiválja, amin keresztül értékeinket láthatni tudjuk, ide föl tudjuk hívni a turisták figyelmét, hogy itt mennyi minden kedves dolog van, értékes dolog van, amit érdemes felfedezniük, ezért a tó halászati múltjára, a tó fürdőkultúrája való tekintettel egy ilyen Velencei Tavi Hal, Vad, Bor és Pálinka Fesztivál elnevezésű programot hoztak létre. Utal a vad, a régi Velencei, a vad rész benne, vagy a régi Velencei Tavi nagy vadászatokra, amit a tavon végeztek, főleg az a két világháború között, illetve a halászkultúrára is, ami a szintén a világháború előtti időszakra volt jellemző. Úgyhogy így a történelmünket megmutatva... Ugye elég komplex is fesztivál lett komplex ebből. Komplex fesztivál lett, úgyhogy azóta ez egy turisztikai, szezonnyitó, kulturális és gasztronómiai fesztivál. És ahogy látom, azért szerintem itt már napok óta mantráztok arra, hogy itt jó idő legyen. Hát, hogy jó idő legyen, ugyan egy picit, ha borús az idő, az a italos kiállítónknak kedvez, hiszen a régió kiváló jó pálinka főzdéi vannak jelen, illetve a Velencei tó körüli borászatok. Idén most már 10 borászat szerepel a kínálatban. Ha jól értem, és jól veszem ki a szavaidból, akkor ez azt jelenti, hogy itt évről évre nőtt a kiállítók, és ezzel igen. Együtt ugye a borászoknak is a száma. Igen, igen. Tehát szép portékás vásárt, kézműves vásárt igyekeztünk szervezni. Idén ezt a TDM iroda vállalta magára, de a gasztrokiállítóink összetétele bővült, és szép tartalmak a gazdagodott, illetve 12 év alatt a borkultúránk is felfejlődött annyira, hogy most már 12 kiváló jó borász, aranyérmeket hozó versenyeken, aranyérmeket hozó borászat van jelen a fesztiválon. Azt azért el kell mondanunk mindenféleképpen, hogy a fesztivál talán egy olyan fél óra, óra múlva nyitja meg hivatalosan is a kapuját, és aztán utána pedig mindenki kóstolhat, mindenki ihatja a szívmelegítőket, és hát aztán amellett, hogy utána tudjuk a halat miben úsztatni, annak tekintetében lehet majd a halak közül is választani. Mik azok a hal típusok egyébként, amik feldolgozásra kerülnek, vagy amiket mondjuk bemutattok most itt a hétvége folyamán? Főkiállítunk az Aranypont ZRT, akik a legprominensebb képviselői a magyar halfogyasztás kultúrájának, hiszen a halgazdálkodás, illetve azt az ezt feldolgozó konyhaművészet kapcsán is ők jelentős rangot képviselnek a kínálatban, a gasztronómiai, magyarországi gasztronómiai kínálatban, úgyhogy az ő halféleségeiket nem csak haltípusonként érdemes figyelni, hogy mennyi mindenféle halból készítenek kiváló jó ételt, hanem a feldolgozás módjait. Tehát a halászlé mellett létezik ilyen fesztivál food is, tehát például a halcsips, amit nagyon szeretnek. Na én erre vagyok kíváncsi, hogy milyen ilyen különlegességek vannak. És gondolnak arra is, hogy ezeket a pohárban vihető salátafélességeket milyen szépen társíthatjuk hallal, tehát ebben szintén van halhús, de mellett olyan zöldségfélék és öntetek vannak, ami így ez egy kiváló fesztivál étellé válik, és rájövünk arra, hogy ezt otthon mi is nagyon egyszerűen meg tudjuk egy vacsorának is készíteni. De nyugtass meg, hogy aki egy jó halászlevet akar megkóstolni, az arra is van mód. Biztosan van mód, hát nem csak náluk a halcsárdában, hanem idén a fesztiválon
szintén részt vesz a MOHOSZ, a Velencei Tavi Kirendeltség itt tartja az évadnyitó rendezvényét, úgyhogy felnőtt horgászverseny, gyermekhorgászverseny, halászlé főzőverseny és kóstolás lesz majd holnapi, a szombati napon a tóparton, úgyhogy halételekben azt hiszem, hogy nincs hiány. A vadételeket úgy terveztük a fesztiválra, hogy ezt az országos junior séf és pincérverseny középdöntőjét ide tudjuk hozni, de a ballagás miatt kevesebb csapat jött létre, nevezett, illetve vissza kellett, hogy vonják a nevezést a ballagás miatt. És van egy szabályzat, és öt csapat alatt nem rendezhető meg ez a verseny, úgyhogy ezt elnapoltuk, de biztos, hogy nálunk fogják megrendezni, és pont nagy akartam örömmel. Mondani, hogy lehet, hogy akkor így kettőt lehet csinálni majd belőle, és akkor lehet egy újabb fesztivált szervezni. A SIF tanulókat és a pincér tanulókat egy következő programunkon valamikor a kora őszi időszakban. Csoknyai László a főszervezője ennek a rendezvény programelemnek, és ebben állapodtunk meg, hogy ezt áttesszük akkor össze, úgyhogy itt a fesztiválon őket nem tudjuk megtapsolni és megkóstolni az általuk készített főztöket, de a felnőttek, a profik itt vannak szerencsére, úgyhogy éhesek nem maradunk. Velencei Tavi hal, vad, bor és pálinka fesztivál, és hogyha már hal, akkor én azt ígértem, hogy meg is fogjuk mutatni, hogy mondjuk milyen halat és milyen finomságokat lehet itt kóstolni, és a János az egyik fő szakértőnk itt, aki ebben itt segítkezik. Remélem, így igaz. Hogy akkor, hogyha aki eljön erre a fesztiválra, az mi mindent kóstolhat? Hát kezdjük a legegyszerűbbel. Pisztránggal, az előkészítése a legegyszerűbb. Nem szabad a pisztrángot irdalni, nem szabad túlpucolni, csak só, semmi más. Így van, mert nem szabad túlfűszerezni, elviszi a halnak az ízét. Tehát akkor vannak ilyen szabályok a halakra vonatkozóan, hogy hogyan készítjük őket. Pisztráng az biztos lesz. Új gasztronómiával próbálják már írdalgatni, és én azt gondolom, nem szabad. Nem szabad hozzányúlni. Pisztrángot hagyjuk úgy, ahogy megszületett. Megpucolva, szépen megsütve, mandulásan, gyönyörű. Első osztályú. Így van. A süllő, amire nagyon figyelni kell, nem szabad nagyon sűrűn írdalni. Tehát megmutatnám, hogy hogyan. Körülbelül ilyen 2 centinként a vastag részeket, igen, ugyanis nem sok szálka van benne. Igazából majdnem, hogy szálkamentes gerinces hal, megfordítom, ugyanúgy bevagdosom, ritkára, nem szabad sűrűn, és a farka részét már nem, mert akkor le fog esni. Hát az véletlenül se nekem az a kedvencem például. Igen, tehát, hogy nekem de nem az szabad beírdalni, mert annyira vékony már a halhús, hogy le fog esni a csontról. Megsózzuk, a bordákat befűszerezzük, esetleg kis fokhagyma, rozmarinszál. És ennyi. Mert utána térjünk majd egy picit ki a fűszerezésre, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, de nézzük meg még akkor a másik halat. Igen. Gyanítom, hogy ezt kell majd sűrűn. Ez a keszeg, amivel sok baj van, és sokan félnek tőle, nagyon sűrűn írdalni. De mi? Ez a legfinomabb, ez a legjobb. Így van, de ennyire sűrűn kell írdalni, hogy 2 milliméterenként legalább a vastag részeit bevagdossuk. Mert ez a lényege neki. Ezt szokták olyan isteni, ilyen paprikás ezt kell, csinálni? Így van. De jó is ez. És a lényeg megint a fűszerezés. Hasüreg, kinyitjuk egy picit, besózzuk mind a két oldalát, és ropogósra sütjük pirosra. A legjobb panír, én azt a Benke Laci bácsitól tanultam, hogy csak kukoricaliszt és prézli keveréke, semmi más. Semmi más. Semmi más. Nem szabad paprikát tenni, meg ég a paprika, ha sütjük, és akkor ilyen szalmasárgára megsütjük, gyönyörű lesz. Honnan fogjuk tudni, hogy az pont jó, pont akkor van megsütve? Látni a színén. Tehát az a helyzet, mikor kinyílnak a rózsák, ezek az írdalások. Mikor ugye egy 20 percet állt a sóba, legalább. Kinyílnak ezek a rózsák, akkor szépen úgy látni, hogy na most na most az, úgy, igen, az ember igen, úgy érzi, igen, látta, igen, látása, igen, hogy, igen, hogy, az, igen, hogy az mikor igen. van. Még egyébként, vagy melyek azok a hal típusok, amelyeket a legtöbben ismerik, és a legjobban szeretik fogyasztani? Mert azért én amondó vagyok, hogy azért mondjuk el, hogy a halfogyasztás, egy az, hogy a hal az egészséges, tehát azt nagyon egészséges, azt tegyük hozzá, és az, hogy mi egy picit most kezdünk kibontakozni és nyitni tulajdonképpen a hal fajták fele. Hál' Istennek, hogy így van, de kezdjük a ponynál, ugye az a legnépszerűbb, hogy a halászlé. Azt is meg tudjuk mutatni, itt a kollégám főzi pont a halászlét, még fűszerezi, így van, aztán a busa, az amúr, ugye, ami nem igazán őshozós magyar hal, de nagyon finom.
harcsa, süllő, keszeg, és a pisztráng a legnemesebb magyar halunk, de hát azt mi nem tudunk tenni, hiszen Szilvásvárad. Szilvásvárad, igen, így és van. Ott a jó füstölt pisztráng és pontosan, egyebek. Pontosan. Na ott már rotyog a halászlé. Így van. És én mindig mindenkitől meg szoktam kérdezni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, ugye, hogy itt halászlé fajtákat, típusokat különítünk el, hogy van dunai, meg van tiszai, meg van bajai, és aztán utána itt jönnek a nagy összecsapások, hogy mindenki a sajátját tartja a legjobbnak. Na hát akkor most egy picit olyan semleges területen vagyunk, semleges. Akkor beszéljünk róla. Mi halászosan főzünk, ugye a szakma. Ugye a bajai az egy más kategória, azt gyufatésztával készítik, ugye van a dunakömlődi, a leghíresebb üveg egyike. Mi másképpen készítjük, halászosan. Mi sok pontjal csináljuk, és nem passzírozzuk. Ez a különbség. Alaplét megcsinálta a kollégám. Ugye vannak olyan alkatrészei a pontnak, amit nem használunk föl. Mint a fej, kész, meg például, így, a fej, aha. A farok része, ugye nem akartam itt kihangsúlyozni, de a szeletet, meg a filét, azt viszont bele alébe tesszük. Ahogy a bajaiak azok külön tálalják, mi egyben. Ez a különbség, de ízre szerintem nem sok különbség van, viszont még ez fűszer hiányos, és remélem, hogy a kollégám még a paprikát beleteszi, mert azt akartuk megmutatni. Hogy a most paprika, igen, hogy hogyan van, változik, és akkor itt megint nagyon szerintem fontos az, és akkor arról is beszélhetünk, hogy a jó paprika, hogy jó szinten. Mindenféleképpen, igen, így van. Alapjában azért rakott, de most fogja hozzárakni a végén. Tehát akkor, ha jól értem, akkor a legutolsó stádiumban kell a paprikát belerakni. Így van. Van, aki úgy sokféleképpen. Van, aki úgy készít, hogy mi az elején beleteszi, mi a végén fogjuk. Hát én ehhez a táborhoz tartozom. Én a mindenféle ilyen paprikás féléknél is, és mindenhol, tehát azért igyekszem a igen, végén. Igen, igen. És az a lényege, hogy a halnak van egy bizonyos zsírtartalma, ha a saját zsírjából oldódik a paprika, akkor lesz szép színű. És jó minőségű paprika kell hozzá, még forr, kb. Egy 20 percet, és akkor teljesen tökéletes. Mi újság van például az újra melegítéssel, vagy amikor, vagy akár, mondjuk nézzük először a halászlét, és aztán utána a halat is, mondjuk a sült vagy a rántott halat. Nagyon óvatosan kell vele bánni, a hal hamar oxidálódik, tehát arra kell figyelni, hogy minél jobban folpakkozni, vagy ha valakinek van olyan készüléke, zsugorfóliázni, akkor nem lesz vele baj. De az édesvízi halak közül a ponty, a busa, az amur, amelyik csak 1-2-3 hónapig tárolható, a ragadozó halak, a süllő, csuka, harcsa, az viszont 4-5 hónapig is teljesen hibátlan a hűtőbe. Hogyha kész van mondjuk a sült vagy a rántott halunk, és mondjuk nem fogy el az összes, akkor hogyan tároljuk, és másnap egyáltalán tudjuk-e, és milyen formában tudjuk fogyasztani? Ott például a készeken már tudjuk is mutatni, hogy ilyen gyönyörűen hát készen nagy, van. Nagyon reméljük, hogy ez nem fog megmaradni azért addig, hogy kihűljön és holnapig, de viszont ízlés kérdése. Például én a keszeket nagyon szeretem hidegen, és nagyon sokan szeretik a pontyot is hidegen, van, aki nem. De nem mikrózható, én nem ajánlom, mert szárad a bőre, nem jó a panéria, tehát frissen, aki szereti, másnap fogyasztja. Ha nem, akkor viszont tényleg le kell folpakkodni szépen, és akkor. Na nézzük meg közelebbről ezt a tálat, és nevezzük nevén itt a gyereket, hogy igen, amit tulajdonképpen mutattam, melyik hal ugye milyen. A keszeget, amit beírdaltunk, és az lett megsütve. Megemelném, talán így jobban látszik, a süllő a legnemesebb magyar hal egyike. Igen. És a pisztránk, amit nem érdaltunk. És bőrében van. És isteni, és omlik egyszerűen. Igen, látszik. Igen, igen, igen. Látok ott az pontypatkót? Igen, pontypatkót is csináltunk, megmutatom. Az a hagyományos. Az a hagyományos pontypatkó. Viszont csináltunk kihagyni. Egy kis harcsa saslikot, gomba, egy kis cukkini, kis szalonna, hagyományos módon, és harcsafilék vannak köztem. Ez egyszerűen fantasztikus, hogy mi mindent el lehet készíteni a halból, és ezek még csak egy ilyen pici ízelítő hát, volt egyébként belőle. A rántásnak például annak vannak fajtái, mert ugye van, aki sima panírba rakja, van, aki sörös tésztába rakja. A sörös bundás egy nagyon finom dolog, de ez egy vastagabb bundát képez, és kicsit föl a hal benne, nem lesz olyan ropogós, de nagyon finom tud lenni, nincs az a baj, ízlés dolga. A szakembernek mi a kedvence? Sima, hagyományos, rántott ponty. Mennyi halat esznek egyébként otthon, nagyon és a család nyaggatja-e, hogy halat kell csinálni? Hetente 2-3-szor, igen.
Na ez a jó példa, hetente kétszer-háromszor halat enni, és azt hiszem, hogy nyitott a kapu, Velence kapuja, el lehet jönni, meg lehet kóstolni a halakat, és hogyha esetleg valakinek kérdése van, akkor János lehet keresni, rögtön ahogy belépünk, azonnal itt vannak, és hogyha bármilyen kérdésük van halkészítéssel kapcsolatban, akkor ne legyenek restek, kérdezzenek és jöjjenek Velencére a 12. Halvad Pálinka és Borfesztiválra. Mi aztán addig-addig beszélgettünk itt a fesztiválon, hogy tényleg eljutottunk a hivatalos megnyitóig, úgyhogy már ezt halljuk a színpadon, de hát bennünket semmi nem állíthat meg, semmi nem állhat a hal útjába és a mi útunkba sem, mert ugye egy másik standhoz érkeztünk, egy nagyon fontos pontja a fesztiválnak, és hogyha egy kicsit gyengécske szójátékkal akarok játszani, akkor azt mondom, hogy ha ettől nem kapunk rá a halevésre, akkor semmire, na de hát mire is kapjunk rá? Hát legelőször is az örömzön elhallgatott, ez azért van, megjött a hal. Hát azért kapjunk rá a halra, mert a hal, és ez a komoly része a dolognak, a hal nem csak egészséges, hanem finom is. Na most nem csak finom, hanem egészséges is, mégpedig azért az, mert a modern kori ember hajtóanyaga, üzemanyaga, a fehérje tekintetéből már nem a sertéshúsnak meg a marha pörköltnek kéne lennie, hanem annak a nagyon egészséges, finom, gyorsan emészhető halételnek, amitől a világ jobbik része sokkal jobban és sokkal egészségesebben él, mint mi. A világ halfogyasztása 20 kg körül jár, ennek a kampánynak az a célja, az Agrár Marketing Centrum szervezte meg ezt a kampányt, ez a fantasztikusan, kapirál, ez a kapirál kampány. Azt szeretnénk, ha minél többen rákapnának a hal ízére, a halfogyasztás egészséges voltára, arra jó érzésre, amit egy közösen elkészített halászlé vagy halcsapörkölt okoz, a halat bandázva lehet főzni, az, hogy kóstolunk, az rendben van. Itt van a pörkölt, az előbb beszéltük a pörköltről, aki nagy pörkölt, és a halból is meg tudjuk. Csinálja meg, és sokkal gyorsabban el lehet készíteni, nem rontjuk el a gyomrunkat, egy hangyányi kis túrós csúszával még megbolondítjuk, olyan étekhez jutottunk 30 perc alatt, hogy az hihetetlen, a legkezdőbb háziasszony is meg tudja csinálni a pörkölt alapot, beletenni az előre megcsolt halcsakockákat, kettőt rotyintani rajta, és ha mindegy kivettük a túrós csúszát, egy kicsit megpirítva a sütőből, már kész is, garantáltan egészséges és finom, és hogy miért kéne még több halat fogyasztanunk, ma már nem dolgozunk a kezünkkel, a fizikumunkkal, a lábunkkal, ellenben a fejünk megy, az agyuk 70%-át a modern ember energiafogyasztásának a testének, az agya használja föl. Na most annak nem a nehéz vörös húsok valók, nem a mértéktelen édesség, annak a hal való. Könnyed, légies, finom. Pontosan így van. Könnyen emészhető, tele van vitaminokkal, tele van B-vitaminnal, tele van C-vitaminnal, rengeteg olyan anyag található benne, aminósav, forsav, amihez nem jutunk hozzá. És ami nagyon fontos, a magyar halban nincsenek tartósítószerek. Ha valamit még mondhatnák a magyar hal mellett, követhető. A tótól a tányérig tudjuk, hogy ez a hal hol született meg, hol nevelték, mit evett, mikor láttál a orvos. Ellentétben mondjuk a tengeri halakkal, amelyekről nem tudjuk, hogy a csendes óceánnak éppen egy szemét szigete alól fogták ki, vagy a, mondjuk a balti tenger elsüllyedtett flottája fölül jöttek föl ezek a jószágok, nem tudjuk a minőségét garantálni annak a halnak, ellenben a miénket igen. Ma az élelmiszer biztonság az egyik legfontosabb része. Hát nem tudom, túl tudjuk-e kiabálni a programot, de ez egy fesztivál, így tudjuk. Remélhetőleg, hogy túl kiabáljuk a programot, szerintem üljünk le, és közben vigyük le ezeket a finomságokat az asztalhoz, hogy kicsit könnyebben hát meg is tudjuk őket mutatni. Kezét csókolom, nagyságos kicsasszony, itt a kampányarcunk és ez a lányom. És akkor egy picit már is beszélhetünk egyébként arról, hogy azért ennél a standnál egész hétvégén, ahogy ezt már itt jól meg tudjuk mutatni, hogy látványfőzés történik majd, tehát ami szemszájnak ingere, és meg is lehet kóstolni, el is lehet készíteni. Mi minden készül majd itt a hétvégén? Hát először is hadd dicsérjem meg az Agrár Marketing Centrumot, aki kiválóan ráérzett arra, hogy olyan dolgokat kell mutatni, amit odahoz is el lehet készíteni. A látványfőzés az mindig egy halfajról szól, amit éppen főzünk, és ott a séfet lehet látni, hogy nem kell csodákat csinálni. Egy jó grillet, ha csak abból áll, hogy fűszerezzük be, hagyjuk egy kicsit pihenni az egészet, így a meg az egészet jó. Tegyük rá a grillpapírt a grillre, és egy picit pörköljük meg mind a két oldalát, nem kell agyon sütni. Mellé egy kis zöldséget, és már kész is az étel. Az előbb Jánossal nem beszéltünk erről, de akkor ön kimondta azt, hogy a halat grillen is elkészíthetjük. Tehát, hogy akár jön a jó idő, és egy kellemes grillpartit szervezünk, akkor halat is lehet. Megvan az, hogy melyik halat szabad grillre rakni? Igen, általában azt mondjuk, hogy a szálkamentes halakat grillezünk, hiszen amikor grillezünk, megisszuk hozzá maga a két pohár borunkat is, és a mi halaink közül például a süllő, a harcsa, az afrikai harcsa, kiválóan
grillezhetőek, filébe összerakva, befűszerezve előre. Érdemes a grillezés előtt legalább egy 6-8 órában befűszerezni. A halhúsnak át kell vennie a fűszerek ízét, és csak annyit kell csak átkapatni, hogy egy 94-130 fok között 5-6 percig megforgatjuk kétszer, és már ott is van az ánkba. Azt veszem ki a szavaiból, hogy sokkal könnyebb elkészíteni, és kevesebb sziszifuszi meló jár velem, mint hogyha páncolgatom napokig a húsokat. Mindig ezt szoktuk mondani, ráadásul nem csak egyszerűen elkészíthető, hanem ráadásul finom, és ember nincs, aki ne szeretné halat, csak az van, aki még nem kóstolta. Vagy ne, hogy Isten nem jót evett. Hát ezeket küszöböljük ki. Most itt egyébként be lehet pótolni, és meg lehet kóstolni. Most mit látunk itt az asztalon, és mi az, amit ez egy olyan füstölt halas pástélyom, amit általában a busából készítünk. A busát kifilézzük, annak rendje módja mellett fölfüstöljük, és utána elkészítjük a pástétomot. Pillanatokon belül föl lehet kenni a kenyérre, rendkívül finom, egészséges és üde. Tessék megkóstolni, ha javasolták egy. Meg is kóstolom. Közben mondjuk el, hogy mi a másik. A másik az egy olyan kis fasírozott, amit kétféle halból készítünk, harcsából és busából, általában fele-fele arányba készítjük, ugyanúgy, mint a saját fasírozottunkat megcsináljuk, belegőgetjük gyorsan a forró olajba, 5 perc alatt készen van, egy kis mártogatóst hozzá, és már jól is laktunk 5-6 halakától. Nem sokat kell lenni egyszerre, hanem keveset, finomat, élvezetesen, és mindig legyen egy kis körítés mellette, egy pici kis zöld, egy falat citrom, egy kis mártás. Nem csak az íz miatt, hanem mert úgy egészséges, hogyha többféleképpen és többfélét eszünk egyszerre. Ez élmény, és nem csak az íz valószínűleg, hanem a látvány is. Mindjárt megkóstoljuk, hogy milyen. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Mindenkit vár egész hétvégén a Velencei Tavi Hal, Vad, Bor és Pálinka Fesztivál. Ne felejtjék, halat enni jó. Egészségedre! Okay.